Mostani vlogom témája az egy ilyen, hát örökzöld téma lesz, hadd fogalmazzak így egyszerűen. Főnök vagy vezető. Mindannyian találkoztunk már életünkben, vagy kerültünk olyan helyzetbe, hogy alárendeltségi viszonyban vagyunk a munkahelyünkön. Biztos vagyok benne, hogy volt már ilyen, és mindenkinek van kialakult képe, véleménye arról, hogy milyen egy jó vezető, vagy milyen a főnök. Eleve mind a kettő, a főnök is, a vezető is egy beosztás, egy pozíció. Mind a kettő embereket irányít, feladatokat oszt ki, és alapvetően meghatározza a munkavégzés irányát, menetét, és hát elméletileg ennek a rétegnek, középvezetőnek lenne a feladata a csapat építése, fenntartása, gondozása. Mint hogyha lenne egy rakás növényem, én lennék a vezetőjük, és az lenne a feladatom, hogy minden nap babusgatom őket, szeretgetem őket, őnek meg csak annyi dolguk van, hogy nőjenek. Hát kb. Így kell elképzelni, vagy hát én így képzelem el ezt a vezetői dolgot is, és hát ugye itt jönnek be azok a nüansznyi eltérések, hogy mind a két ember ugyanazzal foglalkozik, mind a két pozíció ugyanazt jelenti, csak az egyik főnökként viselkedik, a másik vezetőként viselkedik. Ugye ezek ilyen jellemvonások, ilyen személyiség tulajdonságok, amiket hát próbálunk így megfejteni egy picikét. Hát a főnök. Mit lehetne mondani jellemzőket a főnök viselkedésére? Milyen egy főnök? Dirigál, csak kiosztja a feladatokat, a segítséget ki ezt nem támogat, nem érdekli a csapatban lévő embereknek a hozzáállása, a sorsa. Egy cél vezérli, a feladat legyen elvégezve. Nem mutatja meg, nem segít a feladatokban, nem innovatív. Ha a csapattagok ugye megpróbálnak ötletelni valamit, azt vagy a sajátjaként viszi tovább, vagy pedig eleve megbuktatja, mert féltékeny a csapattagokra. És hát ugye gyakorlatilag hozzáállásában is csak azt tükrözi, hogy a felelősséget elhárítja minden esetben magáról, hogyha valami probléma történik, és próbál alulról mindig valakit felelőssé tenni, felelősnek kinevezni, és soha nem látja be, hogyha ő hibázott. Hát ugye milyen egy vezető? Alapvetően nevében vezeti a csapatot. Odafigyel rájuk, meghallgatja a véleményüket. Amennyiben problémáik van, kérdésük van, segít nekik, meghallgatja őket, és minden tehetőt megtesz azért, hogy a csapat hangulatát jelentősen, legalábbis lehetőség szerint fenntartsa, pozitív irányban, morálisan, és foglalkozik az embereknek nem csak fizikai, hanem a lelki egészségével is lehetőség szerint. Kiosztja a feladatokat, de támogat a feladatok elvégzése közben, és minden lehetőséget megad annak arra, hogy fejlődjenek a csapattagok, és fejleszti is őket, és odafigyel arra, hogy fejlesz-e a képességeiket, fejlesz-e a tudásukat. Ez mindenképpen célokat határoz meg. Ja, és igen, célok. Célokat határoz meg, hogy fejlődjenek a csapattagok. Felméri és képes kategorizálni a csapattagokat, az szerint, hogy milyen képességekkel rendelkeznek, ki milyen munkát tud elvégezni, és annak megfelelően kategorizálja őket, és figyelembe veszi a teljesítményüket egyénileg. Nem állít jót és rosszat egymás mellé. Nem mondja azt, hogy te lassú vagy, ő jobb, ő gyorsabb, és akkor te szar vagy, te meg nem, bocsánat, hanem azt fogja mondani, hogy te a magad szintjén javulhatsz, és te is a magad szintjén javulhatsz. Így jönnének be elvileg ezek az egyéni értékelések és az egyéni elbeszélgetések, ahol egyéni célokat határoz meg a csapattagok részéről a vezetőt. Hát ki mellett dolgoznánk szívesebben? Hát én biztos egy vezető mellett, mert gyakorlatilag nem csak, hogyha problémám van is hozzá tudok fordulni, és meg tudom meghallgatni, és megpróbál segíteni benne, hanem mert próbál egy közeget fenntartani, egy támogató álláspontot. Plusz, nem fog olyat megkövetelni tőlem a vezetőm,
amit ő maga nem tudna elvégezni. És ez egy nagyon fontos dolog. Nem a lehetetlen éri senkitől. Nem azt várja senkitől, hogy hozzák le a csillagoságet. Ha belátja, hogy nem lehet elvégezni a feladatot, mert nem lehet, akkor nem fogja megkövetelni. Sajnos nagyon sok munkahelyen a vezetők, én úgy gondolom, hogy mindig kevesebben vannak, mint a főnökök. Ennek részben lehet az oka az is, hogy a legtöbb cégnél jelenleg a cél az, hogy megfeleljenek azoknak a vevői elvárásoknak, amik mentén, ami miatt a bevétel és a profit biztosítható. Ez is egy tök jó dolog, én biztos vagyok benne, hogy ez is egy szempont, és nagyon sok cégnek ez szempont, csak ebbe belerokkanhatnak az emberek, mert a főnökök, akik ráadásul emberileg nincsenek a toppon abban a szempontból, hogy hogyan kezeljék a különböző személyiség típusokat, nagyon hamar elkezdenek alattuk cserélődni az emberek. Vannak szakok, műszakvezetők, főnökök, biztos milyen sok cégnél, ahol így vörös betűvel írják fel az illető nevét, hogy hozzá nem akar senki menni dolgozni, az ő szakjában nem akar senki túlórázni, mert ezzel az emberrel nem lehet együtt dolgozni. Csak elvárásai vannak, csak követel, és nem ad cserébe semmit. Sem személyiségéből, sem a lelki világából, semmiből. Nyúzza a csapatot, nyúzza az embereket, és soha nem dicséri meg őket a jó munkáért, de bezsebeli érte a főnökei dicséretét, és úgy állítja be magát, hogy ő a legjobb műszakvezető a világon. Gratulálok az ilyen embereknek, sok sikert kívánok nekik az életben, de én szeretnék inkább egy olyan cég mellett voksot tenni, ahol fontos az, hogy a vezető látja, érti, hogy mi történik az emberek között, velük van, velük dolgozik, együtt érez velük, együtt dolgozik velük a cél érdekében. És ezeket a közös célokat képes megteremteni, megalkotni, és irányítja, vezeti őket a megfelelő helyre. Megoldható szerintem, és kivitelezhető ez az álláspont, és én úgy gondolom, hogy hosszú távon termékeny is, főleg a mostani munkaerőpiaci helyzetet tekintve, biztos vagyok benne, hogy nagyon jól lehetne hosszú távon profitálni akkor, amikor ilyen emberhiányokat küzdenek a multinacionális cégek, hogy nem főnököt, hanem vezetőt nevelünk ki, vagy vezetőket képezünk. És itt nagy szó van a képzésen. Nem mindenki alkalmas ugyanis vezetőnek. Ezt el kell tudni, be kell tudni látni. Tehát vannak olyan munkakörök, ahol vezetőre van szükség, nem főnökre. És sajnos, ha tetszik, hanem ezt igenis ki kell mondani, és elvárás, hogy vezetők dolgozzanak ezekben a pozícióban. És én úgy gondolom, hogy felnőtt emberekkel, felnőtt emberként is kell bánnunk. Én nem tartom helyén valónak, ha kiabálnak az emberrel a munkahelyén, ha veszekedés van, ha terror van, ha nyomás van, csak azért, hogy teljesüljenek a tervek. Azokat lehet teljesíteni normál hangnemben megbeszélve, normál kérés alapján, és úgy, hogy a problémákat nem a szőnyeg alá söpörve keresztül gázolunk mindenen, hanem hogy igenis azokat megpróbáljuk megoldani, és előrébb vinni a teljes folyamatot annak érdekében, hogy aztán teljesüljenek a hosszú távú céljaink. Hát igen, hosszú távú célok. Ezeket meg kell tervezni. Nagyon sok cégnél nincsenek hosszú távú célok. Rövid távú célok vannak meg, túlélés, napról napra, és sajnos ott a vezetők, én úgy gondolom, hogy el fognak vérezni, mert ők sem tervezni, sem normálisan szervezni nem tudják az embereik életét, és előbb-utóbb sajnos beletörik a bicskájuk ebbe a helyzetbe. Na de hát biztos, hogy vannak cégek, ahol ez fontos, ahol a főnököknek kell mindenképpen irányítaniuk az embereket, és biztos, hogy vannak olyan emberek is, akik igénylik ezt az irányítást, hiszen nincsenek hozzászokva ahhoz a jellegű stílushoz, és nem is tudom más nagyon elképzelni vezetői beállítottságként, csak ezt a főnök típust, aki keményen, mogorván, oda csap, nem érdekli, hogy beteg a gyerek, nem számít semmi, csak túlórázni kelljen, és a lényeg, hogy itt legyen, mert ha nem, akkor ennyi. Sajnos van ilyen. Igen, aki keresztül viszi az akaratát, tűzön, vizen.
Én úgy gondolom, hogy talán ez a két fő aspektus, és ez a vezetőfőnök leginkább különválasztható része. Ha én választom kéne, hogy személyiségemben milyen ember lennék, vezető vagy főnök, én biztos, hogy vezetőnek szeretnék lenni. Több kihívásait magába, több tanulást ad, viszont hosszú távon sokkal termékenyebb, sokkal, de sokkal kifizetődőbb, és sokkal könnyebb az emberekkel is dolgozni együtt, könnyebb egy hangulatot, egy morált fönntartani, és jobban megtartani az embereket. Még akkor is, ha mondjuk a konkurens cég többet fizet, jobban fizet, mert számít az embereknek az, hogy hogy érzik magukat a munkahelyen, és hogy milyen a közvetlen felettesük. Legyen ez a zárszó. Én úgy gondolom, hogy itt nagyon jól kiveséztem azt a két típust. Biztos, hogy még lehetne millió dolgot elmondani mind a kettőről, pro és kontra, és biztos vagyok benne, hogy órákat lehetne beszélni még erről a témáról egy üveg bor mellett, vagy három üveg bor mellett is, de hát most ebbe a kis vlogba ennyi fér bele, úgyhogy itt én most ezt le is fogom zárni. Ha tetszett a videó, kövessetek minket a YouTube-on, és újabb és frissebb tartalmakkal, folyamatosan videókkal fogunk még jelentkezni majd, úgyhogy figyeljétek majd a feltöltéseket is. Sziasztok, szép napot mindenkinek, ciao!